Audio Jungle. Üdvözlöm a kedves Pont Televízió nézőit és Pont Rádió hallgatóit. Stúdió vendégünk Bodor Máté, közművelődési Kft. Művelődési szervezője. Mai műsorunkban a mezőtúri téli programokról beszélgetünk. Üdvözöllek a stúdióban, Márti. Én is üdvözöllek, és köszönöm a meghívást. Beszéljünk egy kicsit az eddigi téli-őszi programokról. Mennyire voltak sikeresek? Azt mondhatom, hogy mi belsőleg sikeresnek értékeltük az elmúlt rendezvényeinket. Mindegyik, ha visszatekintünk, a november végére teltházzal zárult, úgyhogy mi ezt nagyon pozitívan nyugtáztuk, és nem is szeretnénk itt abba hagyni, hanem megyünk tovább. Kik voltak a fellépők? Talán akkor ott kezdeném, hogy november 29-én sok évre visszamenőleg egy hiányt szerettünk volna pótolni a színházzal, és elhívtuk Mezőtúra a Körúti Színház társulatát. Először egy Óz mesemüzikellel lepték meg a kicsiket, itt elsősorban óvodásoknak írtuk ki a felhívást, és igen, aktívan részt is vettek ebben, tehát már az Óz mesemüzikell teltházas volt. A kicsik hát nagyon élvezték az előadást, tehát ez a hangokból, a mosolyokból, a tapsból érezhető volt, és 19 órakor a társulat előadott egy felnőtt darabot is, a Mezitláb a Parkban című előadást hozták el ide Mezőtúra. Ez is teltházzal zárult, és azt lehet mondani, hogy a közönségnek igen tetszett, hiszen az előadás is egy könnyedebb hangvételű volt, amit elhoztak ide, és ugye a Koncz Gábor, Pikali Gerda és Gyebnár Csekka neve Oroszi Tamással kiegészülve azért biztosíték volt arra, hogy az előadásnak hatalmas sikere lesz, és ahogy már ugye a rendező be is jelentette a darab végén, márciusban már meg is beszéltünk egy következő időpontot, amely talán 20-a lesz, egy szerdai nap, akkor újra vendégül tudjuk látni majd a társulatot, úgyhogy érdemes lesz figyelni majd a plakátokat január végétől. Adventi gyertyagyújtás volt ugye a másik, a december 2-án, azt pedig a Városháza dísztermében rendeztük meg. Itt a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai adtak egy műsort, ahol Bíróné Sáfár Anikó emlékező gondolatait hallgathattuk meg, és Herceg Zsolt polgármester úr meggyújtotta az ünnepi adventi koszorú gyertyáját. Itt is hatalmas siker volt, a gyermekek nagyon nagy tapsot kaptak. A második a sorban, a Vivace Kamara Kórus műsora volt a katolikus templomban, ahol a kamarakórust már nem kell bemutatni Mezőtúron, folyamatosan teltházas műsorokat adnak, így volt ez az advent második napján is, ahol Batta Attila Viktor alpolgármester úr gyújtotta meg a gyertyát, és a Kovács Zoltán újmisés pap, akit nemrégiben szenteltek fel, mondta el adventi gondolatait a közönségnek. Hogy érezték magukat a gyerekek? Azt lehet mondani, hogy a gyerekek minden alkalommal jól érzik magukat nálunk, hál' Istennek, aminek mi nagyon örülünk, és mindig szeretnénk is bevonni programjainkban. Ez legyen szó egy nyári szabadtéri rendezvényről, vagy akár egy téli eseményről. Olyan módon is, hogy mi szolgáltatunk nekik programot, de örömmel vesszük, hogyha egy-egy műsor alkalmával eljönnek hozzánk, és megmutatják az ő tehetségüket, hiszen én azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges gyerek van Mezőtúron. A szülők mennyire együttműködőek egy ilyen rendezvénykor? Nem működne ez a kapcsolat közöttünk a szülők és a pedagógusok nélkül. Úgyhogy ezúton is köszönjük nekik a támogatásukat, hogy elhozzák a gyermekeket. A pedagógusok mindig színes rendezvényekkel, vagy színes műsorokkal készítik fel a gyermekeket, de ugye ez a felkészülés nem lenne teljes a szülők nélkül sem, hiszen gondolom otthon azért a gyermek izgulás az helyet ad, és a szülők azért szoktak segíteni nekik, illetve hozzák viszik egy-egy rendezvény alkalmával, ami ugye nekünk nagyon fontos, mert ugye nagyon sok gyermeket mi se tudunk szállítmányozni akár, de a szülői büszkeség az szerintem az nagyon fontos, és azért, hogyha a gyermek fellép, akkor támogatja szerintem minden anyuka, apuka, nagymama, nagypapa, nagynéni a gyermekeket. Ugye most volt december 6-án, 6 órakor ugye a Mikulás ünnepség. Erről mit lehet tudni?
hogy érezték magukat a gyerekek, a szülők? Igen, volt Mikulás ünnepségünk, de úgy kezdeném, hogy 10 órakor kezdődött a városi Mikulás ünnepség, ahol a Mikulás várta a gyermekeket, óvodás és általános iskola alsós korosztályokban. Őket is a pedagógusok hozták el, hiszen délelőtt 10 volt olyankor iskolaidő, illetve óvodaidő volt. Hát nagyon sok gyermek szórakozott velünk, és a Pintácsi Vikit hívta meg a télapó a gyermekeknek ajándékul, úgyhogy teltházban is fergeteges hangulatban, tánccal, énekkel fűszerezett volt ez a délelőttünk, amely ugye folytatódott délután. Itt a délutáni programon Mányi Tibor volt a főszervező, úgyhogy abszolút az ő szervezése volt. A közösségi ezt támogatásból megkapta a termet, és oda hívta el az Elenák Gyulát egy kis műsorra, és ott is a télapó köszöntötte a gyermekeket. Mennyire nehéz a gyerekek ízlését eltalálni? Hál' Istennek a gyermekek egy hálás közönség, tehát ők azok, akik őszintén tudnak örülni, minden mellett őszintén is ki tudják fejteni nem tetszésüket, de azért úgy gondolom, hogy mi törekszünk úgy hívni egy-egy előadót, hogy megnézzük, milyen a nézettsége, milyen esetleg a visszhang, mennyire ismerik. Nekem egyébként van egy barátnőm, aki nagyon jó támogatóm és nagyon jó segítségem. Neki van egy nagyobb és egy kisebb lánya. Én van, hogy megkérdezem, hogy mit hallgatnak most a gyerekek. És akkor abból le tudjuk szűrni azt, hogy aki egyébként óvodában dolgozik, hogy mi az az elő, ki az az előadó, mi az a stílus, ami most ugye a kedvenc, és törekszünk olyanból válogatni, illetve a kollégáimnak is vannak gyermekei, őket is beszoktam vonni, mert ugye nekem még nincs, egy kicsit ebből egy hiányosságom van gyermekdalokból, de azt lehet mondani, hogy bárkihez fordulok segítségül, akkor szoktak támogatni egy-egy ötlettel, és a gyerekek nagyon élvezik ezt. A hatodikai délelőtt is megmutatta, hogy együtt táncolni és énekelni bármikor, bárhol tudnak. Most lesz majd hétvégén a harmadik adventi gyertyagyújtás. Mit lehet erről tudni? Kik lesznek a fellépők? Így van, hamarosan itt a karácsony, hogy a harmadik adventi gyertyagyújtásra kerül sor, ami a közösségi ház nagy termében kerül megrendezésre, hiszen a székhelyet sem szerettük volna kihagyni. Ugye mind 4 adventi hétvége 4 különböző helyen kerül a megrendezésre. Itt dr. Enyedi Mihály jegyző úr fogja meggyújtani a harmadik gyertyáját a városi adventi koszorúnak, majd Kormosné dr. Simon Zsuzsanna háziorvos osztja meg velünk gondolatait. Ő egyébként október 23-án Mezőtúrvárosért díjat kapott, úgyhogy méltán elismert személy fogja megosztani velünk az adventi gondolatait. És a Dalvarázs Együttes fogja a műsort szolgáltatni. Őket sem kell szerintem városunkban már bemutatni, hiszen rengeteg eseményen, akár legyen szó egy Artúr Fesztiválról, vagy egy önálló estről megjelennek, és mindig színvonalas műsort adnak. Ugye itt élőzenével van kiegészülve az énekes. Ez megint egy újdonság, ugye egy élőzene, és rengeteg hangszer azért el tudja vinni, el tudja varázsolni a közönséget. És ezután lesz ugyebár a 4. adventi gyertyagyújtás. Erről is lehet-e esetleg valami előzetes tudni? Így van, legutóbb, amikor itt jártam, akkor titok ötvözte még a fellépő személy kilétét, de ez erre most már fényderült. Városi Oktatási Centrum sportcsarnoka lesz a helyszínünk, nem véletlen, hiszen oda több ember befér, mint akár bármely más helyszínre. Kökény Attilát látjuk vendégül, akinek egyébként december 10-én jelent meg a adventi lemeze. Ez alkalomból dr. Balra Vilmos jegyzői referens fogja meggyújtani az adventi koszorú 4. gyertyáját, és Nagyné Nagy Adrián az év mezőtúri vállalkozója díjjal kitüntetett fogja megosztani az adventi gondolatait. Úgyhogy mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy felrakjuk az adventi készülődésre a koronát ezzel az eseménnyel, hiszen szerintem a Kökény Attila neve is biztosíték arra, hogy csodálatos dallamoknak leszünk majd részesei december 23-án. Hány főre számítotok egy ilyen rendezvényen?
Nehéz megsatszolni, mert nagyon sokat gondolkoztunk ezen. Ugye egy országosan ismert is, és én azt mondom, hogy nagyon szeretett név érkezik hozzánk a Kökény Attila személyében. Viszont ugye december 23-a az már a Szenteste előestéje. Rengetegen fognak már ugye családi körben készülődni, de mi azért egy ilyen 500 fővel biztosan számolunk. Ugye a 243 fő a színházterem befogadó képessége, azt először oda gondolkoztunk, de kicsinek ítéltük meg, és azért is raktuk át a sportcsarnokba, hogy ott azért én úgy gondolom, hogy a dupláját az simán be tudjuk fogadni. Érkezzenek nyugodtan a vendégek, hazaküldeni szerintem senkit nem fogunk. Ha esetleg olyan, hogy betelne a terem, akkor egy kivetítőt, vagy valamit fogunk biztosítani, hogy senki nem maradjon le a műsorról. Én bízom benne, hogy mindenki jól fog szórakozni, és senki nem csalódottan fog el hazamenni, hanem egy kicsit úgy feltöltődve várhatjuk másnap a Szentestét. Milyen programok lesznek a közeljövőben? Tulajdonképpen december 23-án részben lezárjuk az évet. December 30-án még egy óévbúcsúztató futóversenyre invitálunk mindenkit. Ezt ugye a Sportcentrum szervezi, aki ugye része a Mezőtúri Közművelődési Sport Kft.-nek. Barta Gyula áll a sportágazat élén, és tulajdonképpen ők azok, akik minden évben megszervezik ezt a futóversenyt. Gyülekező talán idén a sportpályán lesz, és utána a Bányató körül lehet majd futni különböző kategóriában, ezt ugye a plakátokon, a Facebookon, illetve majd az újságban is megtekinthetik. Mindenki ajándékkal térhet haza erről az eseményről. Azt lehet mondani, hogy ez is egy közkedvelt programja a Sportcentrum szervezésében való rendezvényeknek. Nagyon sokan szoktak ide kilátogatni, úgyhogy aktív a mezőtúri közönség, amit ezúton is köszönünk. És utána kicsit pihenünk, és januárban visszatérünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen is a meghívást, és minden rádióhallgatónak, televíziónézőnek, és minden mezőtúrinak, és a térségben élőnek kívánok békés boldog karácsonyt, és kellemes új esztendőt, és jó pihenést. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra, viszonthallásra.